A világ körülöttünk egyre gyorsabban változik, amitől nem, vagy csak egyre nehezebben tudja magát függetleníteni az iskola. Az átalakult munka sokkal többet követel meg, mint a korábbi tananyag tudását. Az elmúlt századok lassan változó világában a sikerkulcsa az volt, hogy jól csináljuk, amit megtanultunk az iskolában. A gyorsan változó világban azt kell jól csinálnunk, amit nem tanultunk. Az elkövetkezendő évek, évtizedek pedagógiai gyakorlatának sikerességét nem kis részben fogja meghatározni az, hogy a megváltozott feltételekhez és elvárásokhoz hogyan viszonyul az oktatás. A technológia fejlődése és a digitális tér kiszélesedése egyre markánsabban van jelen diákjaink mindennapjaiban, így az iskolában is, akárhogy is tiltjuk például az okostelefonok használatát. A tudás fogalma és különösen a tárgyi tudásé átértelmeződik, a tények, adatok ismerete leértékelődik, hiszen ezek mennyiségét tekintve sincs az a tanár, aki versenyezhetne akár a leglassúbb internet kapcsolattal. Mindennek egyenes következménye, hogy egyre nehezebb diákjainkat adatok megtanulására, megoldására rávenni. Feleslegesnek tűnik, és talán az is, mivel a telefonjukon folyamatosan elérhetőek a kért információk. Mit tehetünk? Elmozdulunk a mindennapok osztálytermi gyakorlatából a képességfejlesztés felé, ahol a digitális technológia nem üldözendő gonosz, hanem hasznos társunk a tanulásban. Amennyiben a képességfejlesztést helyezzük a középpontba, a tanár szerepe a feladat, illetve a megfelelő, akár digitális eszközök kijelölésében jelentős. A 21. századi munkahelyek által megkövetelt képességek hatékony fejlesztése igenis lehetséges az oktatási rendszerünk biztosította keretek között. A Microsoft Innovation iskola program a 21. századi oktatásért című programba felvételt nyertünk a 2017-18-as tanév elején. A támogatás a tanév folyamán három pillér mentén halad. Havi rendszerességű vezetőképző tréning sorozat, és ezzel párhuzamosan januártól elindul a mentori program, és az iskolai Office 365 használatára vonatkozó módszertani és technológiai támogatás is. Jelenleg három innovatív tanár-expert kollégánk van. A Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola mind a négy tagintézményével a Pécsi Tudomány Egyetem Tanárképző Központ partner intézménye címet nyerte el pályázat révén. Testvériskolai és testvérvárosi kapcsolatunk ápolása, hagyományteremtése megerősödött pályázataink révén. Partnerintézményeink a Corvinus és az Origo nyelvvizsgaközpont is. Kollégáink ezekben és más nyelvvizsgarendszerekben akkreditált vizsgáztatók is. A 2018-19-es tanévben jól gazdálkodtunk a költségvetésünkben tervezett szakmai pénzkerettel. Ebből adódóan az évvégi maradványból és az EFO beszerzésekből Samsung Smart School terem tudtunk olyan eszközöket, iskolabútorokat vásárolni, amire igazán nagy szükségünk volt. Iskolánk IKT-s felszereltségét az elmúlt években jelentősen javítottuk, részben a TIOP és az EFO pályázat adta lehetőségek, valamint a saját beszerzések révén. Számítógépparkunk 16 darab új PC-vel gazdagodott, így a szaktanterem számítógépeit le tudtuk cserélni az újabb gépekre, és egy új számítógépes termet alakítottunk ki az olvasótermünkben 13 új PC-vel. Jelenleg két számítógépes helyiségünk van, de további termekben is tudjuk biztosítani az IKT alapú oktatást. Egy termünkben 65 szolos professzionális kijelző Samsung Smart School, 20 darab tablet tokkal, gurulós töltőkocsival, 9 teremben interaktív tábla, 1 teremben interaktív kijelző, 5 teremben projektoros kivetítő, és további 10 tanulói tablet biztosítja az oktatás magas színvonalát. Minden kolléga rendelkezik saját laptoppal, amelyet az EFOP 32416 pályázati beszerzésből kaptunk.
A fizika, kémia és biológia szertár részben pályázati, részben saját eszközbeszerzés révén szinte teljes mértékben alkalmas a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák lebonyolítására. Könyvtári állományunk széleskörű és magas színvonalú. Folyamatosan új kiadványokkal bővítjük. Széchenyi 2020. Készült a Pécsi Tankerületi Központ megbízásából a Kökönyösi Gimnázium részére.